Mai találkozónkra egy olyan anyagot készítettem el, aminek a címe azt, hogy a Magyarországgal és a magyar kisebbséggel kapcsolatos ellenérzéseket támogató szereplők, a történészek és a Román Akadémia. Ennek a szövegnek, amit fel fogok olvasni, nagyon sok olyan hivatkozásra és lábjegyzete van, amit nem fogok felolvasni. Elkezdem tehát az elemzésem bemutatását. Természetesen előtte mindenkit szívből üdvözlök, és örülök, hogy létrejöhetett ez a találkozó egy olyan időben, ami nem kedvez a találkozóknak. És remélem, hogy ez egy olyan alapot képez majd, ami további találkozásokat tesz majd lehetővé. Azt mondtam tehát, hogy az én témám az olyan szereplőknek az azonosítása, akik a magyar ellenességet, a magyar kisebbség ellenességet támogatják. És a történészeket és a Román Akadémiát emeltem ki, de nem azért, mert ők az egyetlenek, hiszen vannak még fontos szereplők, volt diplomaták, vagy volt titkosszolgálati ügynökök, akik nagyon jelen vannak Románia életében, akik fontosak ennek a hagyománynak a fenntartásában. És ők, ezek a szereplők egyéb elemzéseknek a tárgyát képezik, amelyek részletesek. Súrján professzor úr is írt elől, és ha jól értettem, akkor ki is fogja ezt adni. Ami azzal foglalkozik, hogy 30 éven keresztül folyamatosan jelen volt a nemzeti kommunista gondolat, illetve a volt titkos szolgálati ügynököknek a tevékenysége, akik nagyon tevékenyek és rengeteg könyvet írnak. De hadd térjünk vissza a történészek és az akadémia kérdésére. Gondoljunk csak arra, hogy amikor elindult a Vaterunnesk február hónapban, 1990-ben a magyar ellenes megmozdulások, amelyek a marosvásárhelyi eseményekben tetőztek márciusban, az akadémia nem vett részt ebben, és ebben eltért a szerb akadémiától, aki a szerb akadémia ugye támogatta a Slobodan Miloševićet, és egy láthattuk, hogy ennek milyen következményei voltak. 1990-ben azonban a Román Akadémiának nem volt olyan tekintélye, mint most. 1992-ben átvesz több intézményt, több központot, és az aktivizmusa is egyre erősebb. És ne felejtsük el, hogy a Román Akadémiát nem övezte túl nagy tisztelet, hiszen az 1980-as évek végén még Elena Ceausescu is akadémikus volt, és sok akadémikus politikai vonalon került be. Ez az opportunizmus, ez mai napig is él. 1991-ben létrehozták az etnikai problémák központját azért, hogy a Romániában élő etnikai kisebbségeknek az identitását, kulturális identitását támogassa. Radu Bátasziú lett ennek a vezetője, aki magyar ellenes tevékenységéről lett híres, írásairól, például 2001-es írásáról a román közösségeknek a meggyengüléséről Hargita Kovászna megyében.
nagyon erős támogatást kapott. 2001-ben ugyanakkor Hargita Kovásznai megyei helyzettel kapcsolatban kialakult egy nagy botrány a román parlamentben, amelyet a titkos szolgálat egy anyaga váltott ki. Tehát, hogy ez egy közös támadás volt a magyar közösség ellen. A magyar problémával szembeni rendszer szerű fellépések 2017-től kezdődtek a centenárium éveit megelőzően Johann Aurel Popp személyében, aki 2018-ban lett ennek az intézménynek a vezetője. Ugyanabban az időszakban létrejött egy másik intézmény az akadémián belül, a Ionice Bratianu politika, tudomány és nemzetközi kapcsolatok központja. A vezetője, Dan Dungaciu, létrehozta az úgynevezett Larix központot, ami az információs háború és stratégiai kommunikációt elemző laboratóriumként működik. Tudjuk, hogy mivel foglalkoznak, miket írnak. Marius Diaconescu vezetésével, illetve az ő közreműködésével. A mostani aktivizmussal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy 2013-ban 13 olyan törvénytervezet került a parlament elé, ami a kisebbségekkel kapcsolatos, a kisebbségi jogokkal volt kapcsolatos. Aztán 2015-ben is történt valamiféle törvénykezés, több ilyen törvényszöveget felsorolok, de ezeket nem fogok felolvasni. 10 ilyen törvénytervezet a magyar kisebbség jogainak a korlátozását célozta. 2017. február 1-én, amikor megjelenik ez az akadémiai aktivitás, 13 RMDSZ-es képviselő és szenátor benyújtott egy törvénytervezetet, amelyben kérték, hogy a magyar anyanyelvűek a kórházban is, vagy az öregek otthonában is használhassák a saját nyelvüket. Néhány napon belül a Román Akadémia egy nyilatkozatot adott ki február 8-án, ami a magyar ellenes érzelmeket próbálta felkorbácsolni. Az akadémiát a Románia legmagasabb tudományos és kulturális fórumának nevezik, és olyannak, ami az identitás védelmét szolgálja. Ugye ennek a kijelentésnek a végén azt található, hogy minket a jövő fog megítélni. Tehát ez egy olyan program volt, amit 100 akadémikus alá is írt, egy súlyosan magyar ellenes program. Az akadémikusok azt állították, hogy Románia egy olyan nyomás alatt van, ami az identitás vesztéshez vezethet, amelyeknek a vezetői a Románia régiókra való osztását próbálják elérni, és egy olyan fajta gazdasági, szociális életminőségbeli romlást idézne elő, amelyet ők nem tudnak támogatni. Ezek az akadémikusok nagyon határozottan fellépnek ezekkel szemben,
és azt kérik a román államtól, hogy felügyelje ezeket a tevékenységeket, hogy megbüntessen minden olyan tevékenységet, ami Románia nemzeti identitása ellen, szuverenitása ellen, egysége ellen történik. A romániai közbeszédben ugye a felügyelet, a megbüntetés az egyértelműen a román titkos szolgálatnak a szóhasználatát idézi. Az ilyen fajta kijelentések, amelyek nem férnek bele egy akadémia kommunikációjába, ezek nem csak értékelések és vélemények, hanem felszólítás az elnyomásra. Jan Aurel Pop cikkei, amelyet ugye Erdélyről adott ki 1989 előtt, amikor a kommunista diákok szervezetének volt a vezetője a Babesbury Egyetemen. Ezt mutatják. 2018-ban megjelenik az ő neve egy olyan aktában, ügynök aktában, ami a külföldi befolyással kapcsolatos. Látszik tehát az a fantasztikus kapcsolat, a Ceausescu, a magyar ellenesség, a kommunista magyar ellenesség, és az 1990 utáni magyar ellenes propaganda között bizonyos személyek esetében a forradalom előtt és után. A Román Akadémia visszatért a magyar témára 2017 júniusában, ami annak következtében jött létre, hogy több RMDSZ-es képviselő kérte március 15-ét a magyar közösség ünnepeként. Erre az akadémia úgy reagált, hogyha március 15-ét elismerjük a magyarok ünnepének, ez azt jelenteni, hogy szembe köpjük a román történelmi emlékezést, hogy március 15-ét a romániai magyarok ünnepének megszavazzák, ez felelőtlentett, a társadalmi békét felrúgja, hiszen a mi kisebbségi törvényeink azok meghaladják az európai normákat. A március 15-e megszavazása az szembe menne a centenáriumi ünnepekkel. Nem is folytatom ezt tovább, meg lehet találni ezt a részletet. Azért, hogy aláhúzzak néhány dolgot, látszik, hogy ez mennyire tisztán politikai nyilatkozat az akadémiának, hiszen ez nincs is az ő kompetencia körében. Az akadémia az felügyelte a törvényalkotási folyamatot, amikor a képviselőház elfogadott egy törvénytervezetet a Székelyföld autonómiájával kapcsolatban, akkor az akadémia kiadott 2018 áprilisában egy nyilatkozatot, amelyben azt nyilatkozták, hogy az úgynevezett Székelyföld, ami nem létezik, hogy ennek az elismerése óriási problémát jelent a törvényalkotásunkban, az a területi autonómiával kapcsolatban, az adminisztratív autonómiával kapcsolatban. Ezek mind ellene mennek a román alkotmánynak, és annak, hogy a román állam az egységes, illetve több alkotmányos rendeletnek.
Az akadémia vezetősége egy nyilatkozatot tett a trianoni diktátum megemlékezésével kapcsolatban. Ez egy békülékenyebb szöveg. Azonban egy leegyszerűsítő álláspont lenne, hogyha azt mondanánk, hogy Johann Aurel Popp volt az, aki megváltoztatta az akadémiának az attitűdjét a magyarsággal kapcsolatban. Ez mindig is jelen volt. Alexandre Sourdough például, aki a filozófiai intézetnek az igazgatója és az akadémiának az aligazgatója, akinek a gondolatait a Közép-Európáról jól ismerjük, és sokszor felháborítók. Érdemes utána nézni, hogy miket szokott írni az akadémikus úr. Az a szempont, ami leginkább számított az a Román Akadémiával kapcsolatban, az erdélyi történetét tekintve, az a történettudományi, archeológia tudományi szakosztálynak a tevékenységéből derül ki. Nevesíteném Virgil Kündeát, aki alelnöke volt az akadémiának, akinek különös kapcsolata volt a titkos szolgálattal. Egyrészt a Románia Egyesületnek a titkára volt, a Tribunál Romániai újságnak a szerkesztője, és ezek mind a titkos szolgálatnak a propaganda eszközei voltak. Az a poszt, amit ő betöltött, azok mind a román propaganda, a román külpolitika eszközeként működtek egy speciális profilú titkos szolgálati egységben. 1975-ben kezdte a tevékenységét, és felkérték, hogy a magyarországi történészeknek az álláspontját vitassa. Meg is jelent ennek a kötete, Transylvania in the History of Romanians, ez egy a Michigani Egyetemen adták ki. Ez fontos történész, aki kiszolgálta a kommunista rendszert, legitimizálta annak a magyar ellenességét. 2001-ben lett az Román Akadémia tagja, egy olyan történész, aki szakmai szempontból kiemelkedő. A titkos szolgálattal 1964-ben kezdett együttműködni, és a hivatalos helyet foglalt el a román kommunista pártban a magyar kérdésben. Angliába utazhatott, ahol kifejezte a megelégedetlenségét azokkal a cikkekkel kapcsolatban, ahogyan a mi történelmünket, főleg erdélyi történelmét bemutatták. Említettem már, hogy egy külön téma az, hogy valaki együttműködött a titkos szolgálattal a forradalom előtt, illetve, hogy milyen karrierje lett neki 1989 után. Dino Ceaușescu kiemelkedő példája. Tudjuk, hogy ő a konzervatív pártnak, Dan Voiculescu pártjának volt a tagja. 2012-ben a pártlistán szenátor is lett. Az élete utolsó éveiben egyre egyértelműbb lett az ő hovatartozása. A Vitrali Luminci Umbre lapnak lett az egyik szerkesztőségi tagja, amit volt titkos szolgálati ügynökök tartottak fenn, és sokat publikált Julian Vladdal, Aurel Rogozsánnal
és természetesen aláírta ő is a 2017-es nyilatkozatát az akadémikusoknak. Dan Berindei, annak az együttműködése, ez titkos volt 1989 előtt. Nagyon sok nemzetközi konferencián vett részt, ahol olyan kollégáit helyettesítette, akiket nem engedtek ki. Dan Berindeinek van dossziéja, és egy zsarolási ügyben is együttműködött. A dossziék azok azt mutatják, hogy a külföldön is a titkosszolgálatnak az álláspontját képviselte. A forradalom után az akadémia a történeti és archeológiai szakbizottságának lett először tagja, aztán elnöke. Azzal kapcsolatban, amit előzőleg mondtam, a román történészeknek kulcs szerepük volt abban, hogy a kommunista rezsim milyen módon tartotta fent a magyar ellenességet és a Magyarország ellenességet. Ezt magyarázza ezeknek a történészeknek a karrierje. Ők a történelem rossz oldalán helyezkedtek el. A 2020-as évben a román-magyar megbékélés témája úgy tűnik, hogy meghaladott. Úgy gondolom, hogy ez a téma, amiről már írtam. Nekem úgy tűnik, hogy ugyanúgy meghaladott azoknak a tevékenysége is, akik ezt szabotálni próbálják. A román-magyar kapcsolatoknak a nagy befolyásolói most más személyiségek, mint akik a 90-es, 2000-es évek elején voltak. A magyaroknak az együttműködése, illetve a magyarokkal való együttműködés az új valóság, amit nekünk tudomásul kell vennünk. Ezek az én gondolataim, és köszönöm, hogy meghallgattak. Mindenkinek eredményes beszélgetést kívánok.